Sziasztok és üdv A mai részben elkezdjük megírni együtt a statikus weboldal projektet, és ennek a projektnek az a különlegessége, hogy ti is elkészíthetitek, és elküldhetitek nekem a megoldásotokat, én meg átnézem. Viszont ez a statikus weboldal projekt még alapul szolgál a CSS3 sorozatomnak is, mivel most fejeztük be úgymond a Flexboxot, és ezért már rendelkezésünkre áll annyi eszköz, hogy el tudjunk készíteni egy ilyen vagy ehhez hasonló layoutot. Ha rákattintotok erre a linkre, itt a katt idejre, akkor megnyitja nektek figma a projektet, én a saját figma fogom használni, és ebben nézze át a projektet veletek most, és innen fogjuk levenni majd a méreteket, meg mindent, amire szükségünk van egy ilyen projekt során. Az első és legfontosabb lépés, hogy átnézzük magát ezt a dizájnt. És abból a dizájnból következtetünk, hogy milyen elemekre, vagy milyen technikai megoldásokra van nekünk szükségünk. Szóval kezdjük is a designal Először is, ha megnézitek, akkor nagyon jól kivehető az, hogy itt minden úgymond egy vonalban van baloldalt és jobb oldalt is. Ez azt jelenti, hogy nekünk ez a tartalom részünk, ez itt középen, benne kell legyen egy wrapperbe, vagy csomagolásba, magyarul a wrapper az azt jelenti, hogy csomagolás, szóval be kell csomagoljuk azt, hogy középre tudjuk helyezni az oldalunkon. Nagyon fontos megemlítenem, hogy a badinak és a HTML elemnek nem módosítgatjuk a méretét. Szóval ők nem azért vannak ott, hogy most a badinak adjak itt egy x százalékot, hogy ez ide beférjen, jó? Szóval nem a badit fogjuk módosítani, hanem létrehozunk egy saját divet, amiben tároljuk a mi HTML elemeinket, amiket behelyezünk az oldalnak a közepére. És mi a mai részben a navigációt fogjuk elkészíteni, vagyis ezt a fenti részt itt, és ez a navigáció arra enged következtetni, hogy itt három csoportunk van. Először is van a logónk, utána van ez a lényegében navigáció rész, és van ez a sign in, sign up rész. És amikor ennyi minden van egy ilyen navigációban, akkor ő már nem is navigáció, hanem inkább header fejlét. Mivel egy fejlécre jellemző az, hogy abban tároljuk a sign in és a sign up, vagy login register részeket, és ezért itt egy header fogunk létrehozni, és a headerben lesz egy logunk, lesz egy navigációnk, és lesz egy loginünk. És ezzel fogunk foglalkozni a mai részben, röviden. Megalkotjuk ezt az alapstruktúrát, aminek köszönhetően rájövünk a különböző távolságokra, bal, illetve jobb oldalt, illetve rájövünk arra, hogy mekkora mi tartalmunk, és megalkotjuk, elhelyezzük a navigáció vagy header fejlét elemeit. A kódot nulláról fogjuk írni, úgymond együtt. És amikor a projektet befejeztük, akkor a kódot elérhetővé teszem számatokra is. Kezdjünk bele, és hozzuk létre a template háttérmelünket, vagyis el enter. A címe az a statikus weboldal, és hozzá kell linkelnünk egy css-est, ami nem más, mint ez a style. Pont CSS. Lementem, és már is a Go Live-ra kattintok, és megnyitotta a szerverünket, amiben természetesen nincsen semmi. Az ablakot most jobb oldalra helyezem, így sokkal könnyebb dolgom lesz. És a body mint azt már említettük, lesz egy wrapperünk, amiben belerakjuk a mi kódunkat, szóval létre kell hozzak egy divet, amire rárakom a wrapper class-t és ebben a divben fogom tartani a többi HTML elememet, ami, mint azt már megbeszéltük, egy header lesz, ne keverjétek össze a headdel a header-t, és ebben a headerben lesz egy linkem, ami nem más, mint a logó, és ebben a logó szöveg lesz, utána jön egy navigáció, ebben a navigációban van négy darab linkem, és ha megnézzük a figmát, akkor ezek az About, Products, Contact és Help és miután megvők a navigációval, jön egy olyan részem, ahol van a Sign In és a Sign Up gomb. Tújból egy divem van, és ezen a Login Register classek vannak, és én ide újból két darab átteget fogok berakni. Gombokat csak akkor szeretek használni, hogyha egy formon van, és azon egy submitet akarok létrehozni. De ti használhatok itt button nyugodtan. Ez a sign in, és a sign up szövegeket tartalmazza. Lementem, és már is megjelentek ott a szövegek a weboldalamon. következő lépés, hogy neki látok a style.css-nek. Alapból kezdünk egy CSS resettel, ahol elégséges a csillagot használom, és erre rápakolom a box sizing border boxot, a padding nullát, illetve a margin nullát. Ezzel meg vagyok, jöhet a melünk, amire a Font Family-t fogjuk rárakni. És ha megnézzük, mi a mi kis Font family akkor két Font family dolgozik ez a projekt. Méghozzá itt a logón van egy léto, amit itt találtok. és ezeken a linkeken van egy Mulis nevezetű font típus, és ezeket itt a Google Fonts-ba fogjuk szépen megkeresni. Először is a Mulist megfogjuk, hozzáadjuk, és a következő pedig a létó lesz. Ezt is fogjuk, és hozzáadjuk a mi kis fontjainkhoz, és ezeket be fogjuk importolni egy sorral a mi kis projektünkbe, méghozzá a csillagrész előtt, hogy hamarabb legyenek meg az importok, és itt a HTML-re rárakjuk mind a két font felmélyt, majd később a létót azt ki fogjuk kommentelni, mert azt a logóra fogjuk felhasználni. Szóval már is megváltozott a font family -nk. És egyben a designból arra is következtethetünk, hogy milyen színt használunk. Szóval többnyire ez a 37, 3F, 41 szín van használva. Lényegében mindenütt, kivéve ahol ilyen világos, szürke van. De most csak erre a 37 3F41-re van szükségünk, és itt a color-t azt be fogjuk állítani erre a színe. Cool. Szóval megvagyunk a html -ünkkel. ha ránézünk az oldalunkra, nem történt semmi, mivel ami linkünk az nem vette át ezeket a tulajdonságokat, csak a font family-t. Szóval ide nyomok neki egy inspect-et, és itt beállítom a kívánt screen size-t, akkor láthatjátok, hogy a font family az ez a mul is lett. Viszont a szint még nem vette át, ezért az áttegekre kell írjunk mi egy szabályt, ami a color vonatkozik, és itt az inherited fogjuk használni, hogy ő örökölje meg azt a szint, és ezt most megnagyítom itt 100%-ra addig is, hogy lássatok belőle valamit, illetve a text decoration tulajdonságot nanra kell állítanunk hogy eltűnjenek az ilyen vonalak, meg linkekre vonatkozó tulajdonságok. Figmában, mint látjátok, ez a backgroundunk itt be van állítva, és van egy ilyen érdekesen ilyen kékes, szürkés hátterünk. Az lényegében ez a kék, amit a logóra is fogunk használni, csak van rá téve egy áttetszőség, szóval ezt fogjuk itt használni a badira, Beállítjuk a background color-t, erre a színre, és ha most lementem, akkor ilyen nagyon kék lett a background, de, de ha rá akkor RGB-t rak nekem, ide beteszem az rgb át és berakom a 0,1-et. És vala, már is olyan kék lett itt az egész. És van még egy klasszunk, amit be kell állítsunk, ami nem más, mint a Wrapper. Ugyancsak, ha megnézzük a dizájnunkat, az altat lenyomva megfigyelhető, hogy innen a szélétől, itt most kiválasztom ezt a kettőt így, és lenyomom az altot, akkor megfigyelhető, hogy 165 pixel van jobb és bal oldalt, illetve ennek az egésznek 1110 pixel a szélessége mivel a designunk csak erre az egy view-ra kinézetre vonatkozik, ezért itt a wrapper beállíthatunk egy olyat, hogy max width, és ez legyen 1100 pixel, illetve beállítom a margin ami nem lesz más, mint nulla auto, és ezzel középre is helyeztem az én tartalmamat. Ha itt kíkszelem ezt, akkor láthatjátok, hogy nekünk itt szépen az egész wrapperünk középen van helyezve, ezt úgy lehet leellenőrizni, ha adunk neki egy background color ami legyen ilyen kaki, és voilà, ő középen van, és a távolságok jobb és bal oldal megegyeznek. És most már elkezdhetünk dolgozni a mi kis headerünkön, tegyünk ide magunknak egy megjegyzést, hogy a headerön dolgozunk, és kezdjük a headerrel. Ennek a headernek designból van egy megadott magassága, amit itt jobb oldalt olvashattok ki, szóval neki a vittje 1440, na mi nem 1440-es vitten dolgozunk, hanem egyszerűen a wrapperünkben dolgozunk ezzel az elemen, lényegében mi levágtuk a bal és a jobb oldalt lévő szélességeket, minket csak a magasság érdekel, ami egy 88 pixel. Be is állítjuk a height 88 pixelre. A következő lépés, hogy használjuk a tanultakat, vagyis a flexet, egyből egy display flex kezdünk, megettem az Y-t, jó, szóval display flex, szépen berakta az elemeket egymás mellé, jöhet a következő, ami a justify content, space between, mivel köztük szeretnénk, hogy távolság legyen, és mivel nekünk 88 pixel magasságú ez a konténerünk, adjak neki egy background color-t, hogy jobban látszódjon, legyen ez a light coral, így, mi szeretnénk ennek a konténernek a közepébe belerakni ezeket az elemeket, szóval jön is az align, de miért mutatja ilyen hülyén ezt a megjegyzést, jó, és itt kiválasztjuk a Center-t. Lementem is már is az elemeim, bekerültek középre a header belül. Jó, az elemek középen vannak, tökéletesen el vannak helyezve a header konténerben, jöhet is a logónak a megdizájnolása, amin a logó class van. És a logóra vonatkozó pontos dizájnt pedig figmában találjuk, hogyha kiválasztjuk ezt a komponent logót, itt rákatintunk a logóra, és minden szövege kapcsolatos információ itt van, vagyis bold 24 pixel és a létó font family tartalmaz, és itt van a színe is a logónknak, amit ki is másolok. Jó, szóval rátesszük a color ami ez a szín lesz. A font size az 24 pixel, de nekünk a 24 pixelünk az 1,5 rem, mivel 16 pixel 1 rem, és a 24 az pedig 1,5 rem. A font family ne felejtsük el, amit innen szépen fogok és kimásolok. A font weight az bold, és nem utolsó sorban kell használjak egy text transformot, és kikapcsolom ezt a cuccot, szóval a text transformot, ami upper kész lesz. Most ha lementem és megnézem a végeredményt, akkor valá szép nagy a logóm, upper kész lett. Szóval pont olyan, mint a dizájnban. Szedjem is ki ezt a background color mivel már nincs rá szükségünk, mivel az elemeink tökéletesen el vannak helyezve. Most következnek a navigációban szereplő elemek, vagyis a navban szereplő összes A tag mivel ne felejtsétek, itt is átegeink vannak, szóval külön a navigációban szereplő átegeket kell kiválasszuk, és ezeket, hogyha megnézzük, akkor itt láthatjátok, hogy semi bold van nekik állítva, mint vastagság. Ez azt hiszem, hogy a 600-as font vastagság. A szint azt már örökölték, illetve a font size az 14 pixel, vagyis kisebb, mint a jelenlegi 16 pixel, ami a badira van beállítva, és ha megnézünk két elemet, az altal a távolságot köztük, akkor az 32 darab pixel, szóval mindegyik elemre kell tegyünk egy margin -t. most mi döntjük el, hogy az right vagy left legyen, de kell tegyünk egy 32 pixeles margin -t. rájuk, hogy legyen köztük egy kis távolság. Szóval kezdjük a font weight-tel, ami 600. Ha nem tudjátok, hogy mi ez a 600, sérték, nézzétek meg a fontokkal kapcsolatos videót, akkor lesz margin left, mert én balra szeretnék margin-t rakni. Csak úgy, mint az előbb, is használhatom az 1,5 remet. Így, és ha most ránézek a weboldalon, akkor már is ellettek tolva egy kicsit az elemek egymástól. Talán túlságosan is kövérnek tűnnek azok a betűk. Igen, kicsit kicsit mintha túl kövérek lennének, szóval van semi bold, bold, regular, hát akkor lehet a semi bold az az 500-as, így, és így ha most lementem, akkor igen, így már egy kicsit vékonyabb, szóval így már, így már jobb 500-as a font weight. Margin megvan, font weight megvan, most már csak a font size kell beállítani, ami 14 pixel. Itt ugyanúgy játszhatunk a remekkel, vagyis 0,875 a rem, talán az a 14. Hozunk is egy kalkulátort, és számoljunk. 0,875 szor 16, az 14. Jó, ez a megfelelő font size, hogyha a remekkel akarunk játszani. És a dizájnban az első elemünk, vagyis gondolom az, ami aktív, annak van egy ilyen kék színe, és ezt a kék szint mi is rá fogjuk tenni egy ilyen elemre, méghozzá módosítunk itt az indexbe is, erre az elsőre rárakjuk az Active Class-t, így, itt egy kicsit megformázom ezt a kódot, már eléggé ronda így, hogy nem formálza meg ő, jó, szóval ott van rajta az Active Class, és én ezt az effektet még rá akarom rakni azokra a gombokra is, amik felé hover -ölök. Szóval itt újból jön egy selektor, csak a nav vagyunk, és ha nav egy valamin van ez az active class, akkor rá akarom pakolni a color, lementem, és vala, rajta van az a szín, és, mint mondtam, hogyha végig húzom a kurzort, akkor is szeretném, hogy rajta legyen, de megmutatom nektek, hogy miért fontos ez, hogy a nevben lévő aktív elemekre rakja rá, mivel ha itt a divenben az egyik ilyen A elemre rárakom azt a class-t, hogy active, és lementem akkor nem történik semmi, szóval látjátok, a sign in, sign napon nincsen semmi hatása ennek az egésznek, szóval térjünk vissza, azt akarom, hogy amikor rá hoverolom, vagy rá visszem a kurzot, akkor is megjelenjen ez, szóval a nav-ban az ára, ha hover történik, ha is felévittem a kurzort, akkor szeretném, hogy ez az effekt megismétlődne, szóval látjátok, hogyha felévittem a kurzort, akkor így bekékül egy kicsit. Jó, ezzel is meg vagyunk, elintéztük a navigációnkat, és jön az utolsó része, ez a login, a register rész. Újból a dizájnt fogjuk megnézni, itt a login regiszterre, ha rákattintunk, és megnézzük a text tulajdonságukat, akkor láthatod, hogy itt is 14 pixel ami szövegünk, ugyanúgy bold, és nem ugyanúgy bold, hanem bold, és ez itt fehér, ez pedig alapból ilyen kék. Szóval megfogjuk a mi pont login register konténerünket, és a font weight-et beállítjuk boldra, vagy 700-asra, most attól függ, hogy ti melyiket akarjátok használni, és már is ilyen félkövérek lettek a betűk és kezdjük el dizájnolni a login regiszterben lévő áttegeket, és látható, hogy e körül van egy ilyen kontűr, amire ha ráviszem az altot, akkor fent 12 pixel, jobbra, balra pedig 18 pixel van, ezért kell rá tegyünk egy paddinget, méghozzá az a padding shorthand lesz, szóval tudjátok, fent 12 pixel, jobbra 18 pixel, lent 12 pixel, és balra 18 pixel az órajárásával megegyező irányba haladnak a dolgok. Lementem, és ha most ránézünk, akkor meg is lehet köztük a távolság. Design alapján itt a sign in és a sign up közt 20 pixel van, de mivel mi tettünk mind a kettőre paddinget, ezért megengedhető, sőt elviselhető az a távolság, az a 18 pixel is akár. Esetleg a sign in-re tehetünk egy margin right 2 pixelt, hogyha akartok, én nem fogok rá tenni annyit. Jó, folytassuk a mi kis Az első a elem ebből a konténerből, szóval itt már használhatjuk a first child, last child hogy beállítgassuk a dolgokat, szóval login registerből az első ilyen first child, szóval az első a elemnek beállíthatom a színét, hát fehérem, ami a white lesz jelen esetben, Lementem, és már is van ő szép fehér lett. De viszont nem az első ilyen fehér, hanem a második, mert neki ez a backgroundja. Szóval, ezt én elrontottam így, szóval őt már olyan kék, és a másodikat kell fehérre cserélnem, szóval ezt leírom még egyszer, és nem first, hanem last child lesz, és ez itt pedig white, ami FFF így, szóval ő lett fehér, és a background colorje -ja pedig az ez a szín lesz, ez a kékes. Így lementjük, úgy néz ki, szinte, mint a designban. Ha a dizájnt megnézitek, akkor itt van nekünk egy ilyen vonalzónk, jó? És mi amikor használtuk ezt a flexet, hogy berakjuk középre, vagyis space between tegyünk az elemek közé, akkor nekünk itt a nav konténer és a logó közt ugyanannyi távolságunk van, mint a nav container, és e közt a sign in közt. Na és ez nem jó. Szóval itt ha megnézitek a dizájnt, ez pont a weboldalnak a kellős közepén van. Szóval ha én itt ebben a wrapperben létrehozok egy, egy divet, amire rárakom az, hogy mid, így, ez most csak szemléltetés céljából, és ide helyezek egy olyat, hogy pont mid, és ennek a újítja legyen 50% vagyis fel a konténernek, és a height-ja 10 pixel, és a background colorja pedig ilyen violet, lementem, és itt az oldalon láthatjátok hogy a kontaktnál van az. Szóval nekem ez a távolság, a logo és az about közt ugyanannyi, mint itt a p és a signing közt. És nekem ez a produktom itt félúton kell legyen. Ez azt jelenti, hogy oda be kell rakjak csúnya módon egy margin, hogy eltoljam egy kicsit ezt a navigációt. Szóval itt lesz egy olyan, hogy nav margin left, és tegyünk egy 100 pixelt, jó? És szinte-szinte eltolta annyira, amennyire kellett, de ha teszünk egy 10%-ot, akkor nagyjából jól vagyunk vele, mert 110 pixel itt eltolta. És akkor úgy be lehet rakva ide a nagyobb távolság, a logó és a sign-in rész közé. Viszont ezt margin nélkül is meg lehet oldani, hogyha a logónak és a sign-in sign-upnak ugyanakkor a konténere van, csak nekünk a logónk most nincsen konténerbe rakva, viszont azt kipróbálhatjátok ti is, hogy a logónak adtok egy konténert, vagyis belerakjátok lényegében egy divbe, és annak a divnek adtok egy szélességet, mivel ha a magának a logónak adunk egy új tett, ami például legyen 200 pixel, és lementem, a px lett, jó, és ha most lementem ezt, akkor ha ráviszem a kurzort a szövegre az jó, mondja, akarok kattintani, ő egy link, ő egy logó, viszont ha túlviszem rajta, látjátok, hogy mindig ott van a kurzorszó, az a 200 pixel az úgy ott lesz. Viszont ha belerakjátok egy konténerbe, akkor a kurzor ott nem lesz aktív, hanem ott lényegében csak a konténer van. No, de ezt módosíthatjátok ti is. Én nagyjából ennyit szerettem volna nektek mutatni ebben a videóban. A következő részben folytatjuk a dizájnnal, és megcsináljuk ezt a két szegmest, és az utolsó részben pedig neki látunk a footernek. Ha tetszett ez a videó, meg tetszik ez a kezdeményezés, akkor dobd egy rájkot, iratkozz fel, és hasonlók. Én Arni voltam, további szép napot, sziasztok!